Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk Simon András a Friderikusz Podcastben. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Szervusztok. András, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük. Nagy segítség ez a magyar családoknak. Pisti, ami miatt én szerettem volna jönni a podcastba. Igen. A cigiboltokról szerettem volna beszélni. Éppen volt... Nagyon fontos téma. Igen. Volt lehetőségem átélni éppen egy jelenetet most lent a cigiboltba. Igen. Kettőt igazából egymás után, én voltam a harmadik a sorba. Úristen. Mondom, mi történt. Előttem egy nő kért egy narancssárga valamilyen cigit, kiadják neki, elkezd fizetni, és a fizetés 3/4-énél rájön, hogy ő nem ezt akarta, hanem ő csak dohányt akart venni igazából. Ezért mondja, hogy ugyanez dohányban nem lehetne, és már be van ütve minden a gépbe. Már a pénzt is odaadta. De meggondolta magát, és így ránéztem, látom az eladó csajon, hogy így ezt nem. Csaj eltört. Már késő van. Igen, az lent kora az eladó csaj. Ezt már, igen. Ilyet már nem játszunk itt be. Erre mondja a vásárcsaj, hát én nekem ma már kimentek az idegeim, ezt mondja az izén. A nő. Nem, a másik. A vásárló. Igen, hogy neki ma már kimentek az idegei. Mondja neki a kassza mögött lévő csaj, nekem is ma már vagy háromszor a vásárlóktól. Várjál. Oké, kiütik a gépből, odaadja neki a másikat, kifizeti, elkezdenek veszekedni azon, hogy ő adott-e 200-ast már oda, vagy csak 2000 forintost adott oda. Tök mindegy, lemegy a dolog. Jön mögöttem, előttem álló faszi, odáll, egy sörrel, odarakja, és így azt mondja, hogy, és így figyeljétek, várjál, így mutat, hogy abból az egy decis vodkából kérne, mégis így remeg a keze, és nem tud így mutatni, így egyenesen, hogy abból, hanem így így jár a keze. Tehát, hogy így, nem azért, mert így mutogatott, igen. Hanem mert még nem ivott, és így, és remegett a keze. Nagyon pongott az öreg. Igen, és így. És az volt a lényeg, hogy így odaadja neki a csaj, és a csávó már odarakta a pénzt, tehát, hogy ő már előre tudta, hogy az egész mennyibe fog kopra kerülni, és persze. Apróra oda lett rakva. Valószínűleg minden nap megvan ez a tranzakció. Akár napszakonként is megvan ez a tranzakció. Igen, és így odaálltam én a pulthoz, lecsippantották a kis hell üdítőmet, meg a újabban az Apenta Plus kollagénest iszom. De, Apenta Plus kollagén? És mondtam, hogy kártyával szeretnék fizetni, és így látszott az a csaj arcán egy ilyen megkönnyebbülés, hogy ez most nem egy olyan vásárló lesz, aki így probléma forrása lehet így valószínűleg. Tehát te voltál gyakorlatilag a nap fénypontja ma a sarki dohányból. Hát a napé nem is, de az elmúlt 10 percé biztos. De így el tudom képzelni amúgy ez alapján az eltöltött ilyen, hát ilyen 10 percet voltam, nem volt lentem 10 percet, hogy milyen lehet egy egész napot amúgy. Igen. Nagyon kemény a cigibolt. Ez még mindig az a cigibolt, tehát hogy így idézzük fel, amit már egyszer egyébként itt elmondtunk, hogy a sargi cigibolt az egy ilyen raktárhelyiségből átalakított szoba, ahol igen. Nulla ablak van, az igen. Egyetlen ablak az ugye a mozgóajtó, a mozgóüvegajtó, ami le van ugye, le van fedve, mert hogy törvény szerint nem láthatsz be. Teljesen sötét van amúgy. Ez egy belépsz gyakorlatilag, és annyira sötét van, hogy nem látod, hogy van a pultban valaki. Most van egy új csaj, aki van a pult mögött, és fekete a haja, és fekete ruhákban volt most is, és alig lehet észrevenni. Cloak ability. Én is néha így bemegyek, és így állok így a pultnál, hogy így nézelődök, hogy hát, ha majd jön valaki, és van, hogy hello, és ott áll a csaj, és megszólal, hogy hello, és bazd meg. Nice. Köszönjük szépen, Api. Ez volt a Frigerdikusz podcast, és kezdjük a rendes podcastet. Ja, te, hajtsd a show. Yeah, it's the sunshine. Yeah! Api,
Mizu Api, Mizu. Szervusz Pistám, ketten vagyunk. Ketten vagyunk. Krisztián nyaral. Krisztián nyaral. Milyen érzések vannak bennünk ezzel kapcsolatban? Figyelj, én mindig azt mondom, hogy én amikor szerintem kim volt Balin Krisztián, szerintem neki az is nyaralás volt, szerintem neki az egész év egy nagy nyaralás igazából. Tehát most visszamegy nyaralni. Igen. Hazajött két hétre, és azt mondta, hogy jó, most már igazán kijárna nekem egy kis nyaralás. Jaj, régen volt, régen sütettem már a seggemet. Krisz fogta magát, két-három hét után, és visszamegy a tengerpartra. Igen. Ja, nem tudom, hol van amúgy, én nem figyeltem, amikor mondta. Tudom, itt emlékszem, itt ültünk, így mondta. És autopiloton voltam már, nem tudom, hogy mi volt. Zone out. Teljes zone out. Azt hiszem, hogy Horvátországban van, Krisztián. A hallgatóknak adjunk pontos koordinát. Kérlek, igen, az értékeiket a 43.0555.23.19-es koordináttal tartják. Lezáratlan sátorban. Igen, úgyhogy nincsen ma Krisztián, viszont rengeteg minden történt amúgy az elmúlt egy hétben, amiről muszáj beszélnünk. Így van. Mi volt a legnagyobb szenzáció az elmúlt, szerintem az elmúlt évben a legnagyobb popkulturális esemény droppolt a héten? Kis Grofó bejelentette a következő turnéját. Nem. Nem. Kijött a Barbie film. Barbenheimer. Amiből Api a teljes Barbenheimer duót látta, én csak a Barbit láttam, ezért most a Barbit megvitatjuk, megnézzük. Igen. Megnézzük, hogy mit gondol a GRDG. Barbenheimer, vagyis magyarul az Oppenitz Barbie. Igen, Oppenitz Barbie. Ezen nagyon sírtam, amikor ezt olvastam. Szerintem Oppenitz Barbie-ról amúgy lehetne forgatni egy hasonló filmet, vagy szerepelhetne egy hasonló filmben. Mondjuk a mostani Barbie filmben lehetett volna Dua Lipa helyett az egyik. Simán. Erre majd biztos még kitérünk, de amúgy tehát ahhoz képest, hogy amúgy nekem 20%-a volt a motivációnak, hogy elmenjek tényleg a filmre, a Dua Lipa, hogy Dua Lipa egy sellő Barbie-t játszik, ahhoz képest fájdalmasan keveset volt benne. Tehát konkrétan így háromszor megjelent Dua Lipa, hogy szavaztok, és amúgy én arra következtettem, hogy valószínűleg Dua Lipa förtelmes színész. Tehát, hogy valószínűleg adtak neki úgy 5 mondatot, de nem volt képes elmondani. És inkább csak így az integetés maradt benne, meg a hello, meg a szia, Ken. Integetés, igen, és utána nem mond tovább, jó? Nem mondta, tartsa kis szünetet, hogy levághassuk, aztán mondhatod tovább felül. Igen, hát figyelj, az éneklés meg a színészkedés szerintem amúgy nincsen olyan nagyon messze egymástól, mondjuk. Vagy Ami ez real. Mert show, nem? Tehát mind a kettőn egy alakítasz. Igen, akkor van egy karaktered valószínűleg mind a kettőben. Vagy lehet, hogy nem ért rá. Lehet, hogy nem ért. Amúgy az is lehet, hogy nem ért rá. De megnéztük mind a ketten a Barbie-t. Fogunk-e spoilert mondani amúgy? Nincs nagyon szerintem, lehet, hogy fogunk, de nem igazán lehet sok mindent spoilerezni amúgy szerintem ebben a filmben. Igen. Leírásban megtaláljátok, hogy hol tudjátok átskippelni ezt a részt, hogyha nem akartok spoiler, de amúgy... Tehát, hogy Krisz szereti ezeket csinálni, én biztos, hogy nem fogok ilyen leíráskot csinálni. Ja. Jó, igazából, de tökre egyetértek amúgy, hogy ez nem egy olyan film, amiben hatalmas életmegváltó dolgokat tudsz leszpoilerezni. Nem. Kezdjük is amúgy, felírtunk amúgy egy ilyen, hogy hogyan elemezzük, vagy hogyan beszélgessünk erről a témáról. Igen. És így egy ilyen hatalmas különbség volt amúgy a kettő között, hogy hogyan nézzük, mert te VIP-ben nézted. VIP-ben néztem. Etele VIP. Ez igazából Etele Premium. Ja, Etele Premium. Ami nem tudom, az ugyanez, de valószínűleg az ugyanaz. Szerintem igen. És amúgy én soha nem voltam még VIP-be. Aha. És akkor itt meg is válaszolom, hogyan néztük résznek nekem az első felét. Etele VIP, soha nem voltam még az Etele Plázában se, úgyhogy amúgy nekem így viszonylag magas elvárásaim voltak azzal kapcsolatban, hogy így az a város legfajnabb plázája az így mit tud. És őszintén szólva, Etele Premium egy rakás szar volt. Olyan volt, mint hogyha egy trófea étterem lenne, de on crack. TikTok embereknek. Így, konkrétan. Volt egy csajszival voltam, aha, és egy kisgyerek rendesen megkérdezte tőle, hogy ő-e az egyik TikTok celeb.
És nem, nyilván nem. Tehát nem volt a válasz. Te vagy az a TikTok celeb? És így néztünk rá, hogy így... De várj már... No, bro. De várj már, tehát hogy magyarul néztétek? Angolul. És volt gyerek a... Voltak, de ők lehet, hogy másik szobába álltak a mosorba, csak ugye mindenki ott örjöngöttenél a kajáspultnál, ahol egyébként ilyen gumiállagú pizza, meg szalsza szószos csirke tésztával volt a kaja. Nem is értettem, hogy mi a hype. Érted a trófeában, értem, hogy mi a hype. Aha. Értem, hogy le akarsz csapni a sushi-re meg ilyenek, de ez a bolsz. Pisti, levezetem neked, hogy miért jó a VIP kettőt. Jó. VIP-ben nézni mozit. Jó. A kajázás része az egy. Most 8000 forint, ha jól tudom, vagy 9000 forint a VIP. Valahogy e között van a kettő között az ára. Aha. Az a lényege, hogy amúgy olyan 2500 forint amúgy egy mozi egy. Aha. Még 2500 forint egy nagy menü. Ja. Az 5000 forintot kifizetsz már. Igen. Na, most erre most itt rá kell fizetned még körülbelül most 4000 forintot. Aha. Ami a kaja. Plusz az, hogy kényelmes, elektromosan dönthető fotelekben nézheted a filmet korlátlan popcornnal és üdítővel. Nekem olyan székeim voltak, hogy így ülök, és akkor amúgy kényelmes, meg van legroom, de hogy nem tudom állítani én a széket. Ezt kivágom, azok van egy... A fan szűrőd, hogy csávú csokszlepi. Bazd meg. Nem lehet, nem vágom ki. Amúgy olyan. Ez még egy tegnap előttről van, tudod. Úgy jött a szék, hogy ha nyomtam a fejemet a széknek, akkor egy kicsit hátrébb ment, de nem tudtam elektromosan állítani. Ez akkor nem jó az a teleplázá, ezért megyek én az arénába, és ott tudod milyen, ősz, itt van a kezednél így a vezérlő pult, és nyomsz egy gombot, és így ja, és a lábtartó is, ugyanígy. Nem volt lábtartó, bazd meg. Bazd meg, na, ezért hülyeség, bazd meg, az arénába menje. Hallod, lábtartós izé, és így, hallod, így emeli fel a lábadat, így az egész. Fel akartam rakni a lábamat, de az előttem ülőnek a fejtámlára tudtam volna felrakni, és hogy kopasságú ültött, úgyhogy amúgy érezte volna. Olyan közel, bazd meg, hallod, az arénába? Ja. Az arénába, tehát így olyan közel van a következő sor, mint így én hozzád. Aha, jó. Tehát, hogy ott ilyen... Jó, hát ez egy tanulság. Én mondom, én nem tudtam, hogy nagyon mivel számoljak. Uh-huh. Viszont annyi nácsot szerettünk legalább, hogy így fel volt így stekkel, mint a kínai nagyfa. Így kurva sok nácsot volt. Te hogy nézted, Api? Én sima 2D-ben néztem, angolul, felirat nélkül. Szépen. Nem volt megnéztem volna feliratosan, és meg igazából tök mindegy, de ez így azért volt jó, és azért nem akarom se, azért járok csak eredeti nyelven moziba. Aha. Nincsenek gyerekek. Ah. Nincsenek gyerekek, mert amúgy szoktak problémák lenni a gyerekes filmekkel. És ez így jó volt. Erre amúgy. Nem is gondoltam. Én amúgy őszintén, nekem ez a film, ez már előtte is úgy tűnt, hogy ez nem gyerekeknek szól. És közben ellenben, is. Aha. Ellenben bennültünk, és mentek az előzetesek, és a film előtt lejátszottak egy Barbie játékreklámot. Ja. Tehát, hogy aha. Kinek? Tehát, hogy így nem volt, nulla gyerek van ezen a filmen körülbelül, lehet, hogy azért, mert mindenki ja, előtte játsszák, és így... Egy gyerek van, aki amúgy szintén 18 kb. Ez a real world type karakterek közül az egyik, mert hogy amúgy most majd erre mindjárt eltérünk, hogy van egy Barbie világ, meg van egy real világ. Egy gyerek talán van. Ja, nem úgy, a közönségben nem volt gyerek, én erre gondoltam. A közönségben nem volt gyerek, jó, igen. De lementek a Barbie gyerek játék reklám is, nem tudom, miért biztos. Ez az egész film egy Barbie reklám volt? Ez egy Barbie játék reklám volt? Szerintem amúgy, szerintem nagyon. Tényleg? Aha. Szerintem nem, Pisti. Az a baj, hogy így, vagy hát így nem láttam egy játékot sem, hogy játszottak volna vele például, tudod? Tehát, hogy így... Egy ponton, és akkor mindjárt... Egy ponton volt egy olyan szöveg, hogy konkrétan egy termékleírást adtak egy body pozitív Barbie-ról. Uh-huh. Tehát állnak, és így csak így állkörbe 20 karakter nagyjából, uh-huh. és arról beszélgetnek, hogy miért nem csinálunk egy body pozitív Barbie-t. És ott van a cégnek, a Barbie uh-huh. cégnek, a Mattel, vagy mi, hogy hívják? Mattel. Mattelnek a CEO-ja, aki Will Ferrell. Okay. És így mondja, így belenéz a kamerába, és azt mondja, hogy ez egy nagyon szar ötlet, és áll mögötte valaki, aki mondja neki, hogy hú, de sokat el fogunk adni belőle, és erre Will Ferrell azt mondja, hogy ó, ja, ez egy nagyon jó ötlet. De érted, ez szerintem full szatírikus, értem, nem? Értem, hogy ironikus, de ez már nekem egy kicsit már az, hogy
így elindulunk így a trollfész mémektől, uh-huh. így egyre ironikusabbak a mémek, uh-huh. és most már ott tartunk, hogy már annyira cool az irónia, uh-huh. hogy most már a legkommercialebb dolog a világon, ami a Barbie film, uh-huh. is ironikus humort használ, hogy így befogadható legyen az, hogy amúgy egy full direkt reklámot nyomtak neked a film utolsó 20 percében. Nekem ez volt az érzésem. Figyelj, ennyire nem gondoltam bele, én úgy mentem el, hogy kurva nagy a hype amúgy a film körül. Tehát, ja, hogy így mindenki ezt nyomta már, fél éve ezt hallom mindenhol. Ez igen. Sőt, az utolsó pár hétben ettől volt tele az egész üzenőfalam Instán, Facebookon, igen. mindenhol. Igen. Sőt, vannak ismerőseink, akik konkrétan átalakították magukat, kenni. Az nagyon kemény, ez meg az... Úgy home office-oztunk, erről nem beszéltünk, vagy nem beszéltünk, ez pedig nem. Szerintem pont aznap, tehát pont az előző podcastet vettük fel, ezt érdemes elmondani, hogy egy haverunk benézett hozzánk, így az utcáról így bekopogott, hogy hello, nem tudod, mondták, hogy itt van a XY-on spanunk, és mondom, milyen jó, lemegyek, és jön fel a srác, cowboy kalapban frissen szőkére festett hajjal, és egy farmer mellényben, ami ki van gombolva. Igen. Azért az sokkoló volt, én nem hittem el. És ez nem egyedülálló jelenség amúgy, és tehát, hogy szerintem az emberek erre rá voltak készülve. Keményen, és nagyon keményen. Figyelj, szerintem amúgy nekem nagyon tetszett a film. Aha, 10 per? Vagy ezt majd a végére? Ezt majd a végére, miért tetszett amúgy nagyon nekem a film? Mert azokkal a filmekkel ellentétben, ami így unironikusan nyomja amúgy a gender swap, race swap, meg hasonló tematikákat. Értem. Ez teljesen ironikusan állt hozzá az egészhez. Tehát, hogy teljesen így az, hogy a maszkulinitás, meg a femininitás, meg a férfi, meg a nő szerepe a társadalomban, ez úgy volt, ez volt a sztorinak az alap része tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy a férfi, meg a női társadalom, a patriarchális társadalom, meg a matriarchális társadalom hogyan működik, meg miért, ugye a Barbie világban az egész Barbie land, az tulajdonképpen egy matriarchális társadalom. Igen, ami, ez egy nők által vezetett. Tudsz, ahol a férfiak, nem mondanám, hogy el vannak nyomva. Hát nem tudom, Pista, amikor a Kennek csak akkor van jó napja, hogyha Barbie ránéz, és nincs hol lakniuk. Igen, ugye ez a premisz, és hogy ez, nincs hol lakniuk. Nincs hol lakniuk, és meg is kérdezik a filmjegyen, hogy a Kennek eddig hol laktak, és eddig nem is gondoltam bele, ezt mondja az egyik Barbie. Igen, ugye ez nagyjából egyébként a film első 20 perce. Tehát, hogy ez az első premisz, storyline bevezetés az az, hogy van Barbie, van egy csomó Barbie. Igen. És ők nagyon jól érzik magukat. Igen. Egy csomó Ken, akik semmi más nem csinálnak, csak futnak a Barbie után. Igen. Ami amúgy így vicces egyébként, mert hogy amúgy igen, lehet, hogy sokszor ilyen a világ, hogy így vannak a csávók, azok futnak a srácok után, és akkor lányok azok sztereotipikusan nem, talán. Uh-huh. Maybe. Mindegy. Mindegy. Igen. És akkor ugye van ez a Barbie világ, és ezzel párhuzamosan meg van ugye a való világ. Igen. Ami meg olyan, amilyen megismerjük. Igen. Nincsen nagyon feszegetve benne, hogy hogy miért létezik a Barbie világ, vagy hogyan létezik, tudod, a Barbie világ, ami nem szerintem igazán. Nem is olyan probléma, tehát hogy tök mindegy. Ez a, tudod, a kettő között az átmenet is tulajdonképpen egy ilyen komikus montázs jelenettel mész át a kettő világ között, ami szerintem tök vicces volt, meg szórakoztató, meg így nem is akarja magát elmagyarázni a dolog, és azt hiszem rá is kérdez a Margot Robbie karaktere, hogy ez hogyan működik, és így mondja neki a másik barba, hogy ne is gondolkozzál ezen a mód. Értem. És hogy ez jó. Miatt amúgy szerintem, hogy így vannak azok a filmek, amik így próbálnak komolyak lenni, miközben vicces vagy szórakoztató filmek igazából, azok szerintem nem szoktak jól sikerülni. Amik vicces és szórakoztató filmek, és nem is próbálnak meg komolyak lenni, azok általában szerintem sikeresebbek, és én ezt is oda sorolnám. Vicces és szórakoztató, de nem próbál meg komoly lenni? Igen. Na, nekem annyira nem tetszett a film, ezt most itt leszpoilerezem magamat. Mm-hmm. És azért nem, mert hogy és akkor egy kicsit amúgy tovább viszem, hogy mi volt a sztori. Ugye az a sztori nagyjából, hogy Barbie egy nap felkel, és már nem érzi magát annyira tökéletesnek, mint hogyha valami
Mint hogy kicsit emberibb lenne, mint a mint konkrétan arra kérdez rá, ott kezdődik, nem, hogy egy buli közben rákérdez, hogy ti is szoktatok azon gondolkozni, hogy megölitek önmagatokat? Igen, mert ti is szoktatok az elkerületlen a halálon gondolkozni, valami ilyesmi. Amire egyébként soha többet nem olyan térnek vissza, hogy miért gondolkozik Barbie a halálon, szerintem. Soha nem, nincs explainelve, hogy amúgy miért. Értem, hogy ez ilyen dark dolog, értem. Azért van, mert van az a csaj karakter, az anyuka, és azt gondolkozik ilyen dolgokon, és ez a Barbie az ő játéka volt. És Várjál, igen, és akkor ugye ez van, hogy azok a Barbie babák lesznek nem tökéletesek, akiknek a tulajdonosuk valami fura dolgot csinál velük, vagy úgy játszik velük, hogy ilyen fura gondolatokkal játszik velük. Nekem egy kicsit így itt kezdett el katyvasz lenni, én úgy érzem, hogy itt már így az első harmadának a vége felé, tehát az első harmad vége felé, szerintem a szkriptírás az így kezdett megőrülni egy kicsit. Hogy innentől van az, hogy Barbie elmegy a való világba, hogy helyre rakja a saját tulajdonosát, hogy ne legyen cellulózos a bőre, ne kezdjen el. Igen, hogy újra tökéletes legyen. Igen. Hogy újra tökéletes legyen. És Barbie visszamegy a való világba, aztán nagyon zanzásítva utána visszamennek, és helyreállítják megint a tökéletes Barbie világot, így nagyjából nagyon-nagyon röviden valami ilyesmi, és mindeközben amúgy így megfordulnak ezek a patriarchális szerepek, néha a férfiak vezetik a Barbie világot, néha a nők vezetik, néha a való világot a férfiak vezetik, néha talán a nők is megpróbálnak beleszólni valahogy ilyesmi, és az a lényeg, ami lényeg, hogy én úgy éreztem, hogy a film egyik harmadában úgy vagyok vele, hogy yeah, girl boss power, éljenek a nők, és sister, érted így, tehát hogy úgy, tényleg úgy éreztem, hogy a mellettem ülő két csaj, az így nagyon empowered. Uh-huh. Aztán jött a második harmada a filmnek, ahol azt éreztem, hogy amúgy hajrá srácok, valamiért, hirtelen megfordult a film, és azt éreztem, hogy így bazeg, mekkora király már a nagy maszkulin energia, és hogy nagy teherautók, meg kolbász, meg nagy habos csöcsök. Igen. És aztán jön a harmadik rész, ami meg a filmek a vége, és úgy álltam fel én erről a filmről, hogy nem értettem, hogy mit akarnak nekem üzenni. Szerintem épp ez a lényeg, Pistő, hogy lehet, hogy nem akart semmit sem üzenni a film. Tehát, hogy nem kell minden... Figyelj, most amikor leülsz megnézni egy Adam Sandler filmet, tehát amikor leülsz megnézni a cipőbűvölőt, okay. Az 51. randit, de ne menjünk ilyen messzire, megnézed a távkapcsot. Jó. A távkapcsot mondjuk lehet, hogy pont van mondani valója, az egy rossz példa. Hát amennyi, igen. De gondolod, hogy ez a film, ez a Barbie, ez úgy lett tervezve, hogy itt leülsz, nem igazán van mondani való. Amikor leülsz megnézni a Nagyfiú 2-t. Amúgy a Nagyfiú 2 az egyetlen Adam Sandler film, amit nem ülök le megnézni. Tehát annyira felbaszom magam azon, hogy ilyen... Tehát, hogy a nagy közönségnek, a család minden tagjának próbálják tálalni a fingós poénokat. Tehát, hogy már nem... Engem ez felkúrja, mert az a vicc, hogy egy 8 éves gyerek fingik, az már annyira nem vicces. Amikor Adam Sandler arcon fingik egy öreg asszonyt, az vicces. Aha. De az, hogy egy kisgyerek, pukiztam, és akkor ez azért, hogy a kisgyerekek videmesenek. Ezért értem, tehát tanult is szemita vagy. Csak azért, mert a főszereplőgárda fele valószínűleg zsidó, az nem azt jelenti, hogy ezért utálom a filmet. Sőt, mi több, szerintem a Nagyfiúk széria nem valósulhatott volna meg, hogyha Adam Sandler keresztény lett volna. Ezt nem tudom megmagyarázni, de szerintem nem tudod. Én szerintem ne is próbáld. A lényeg az, Pisti, hogy lehet, hogy nem kell benne keresni a mondani valót. Lehet, hogy ez annak akar a szatírája lenni, hogy vannak filmek, amiknek van mondani valója, és ennek például nincsen. Ennek nincs. De nekem ahhoz meg egy túl aktuális és túl komoly téma ez a női-férfi egyensúly, hogy akkor egyáltalán belemenjünk. És azt értem, hogy a Barbie, mint ugye role model, amúgy azt hozzá kell tenni, hogy ezzel valószínűleg nem spoilerezünk le nagyot, mert biztos a trailerben is benne volt, hogy a nyitó jelenet az egy 2001 űrodüsszeja, paródia, ahol... Egy hatalmas, óriási Margot Robbie van. Egy óriás Margot Robbie lejön a föld. Zseniális volt, szerintem, azt imádtam. Tehát én örjöngtem, sőt, egy ilyen, hát fiatalabb
arcokkal voltam a moziban, mint én, és el kellett nekik magyaráznom, hogy amúgy ez az űrodüsszeja. Tényleg? Láttad az űrodüsszeját? És nem. Mondom, ez az elmúlt 10 perc amúgy ez így Ctrl-C, Ctrl-V, az volt bazd meg egyébként. Tehát, hogy hatalmas, nagyon fasz a referenc, mert minden. És hogy az így nagyon jól beállítja az első 5 perc nekem a filmben azt, hogy ez egy ilyen férfinői szerepek a társadalomban témájú film lesz, és aztán ellébet szólják. Nekem én így éreztem. És sajnáltam. Félj, Pista, az érzéseidet nem vehetem el tőled amúgy. Minden más meg fogok próbálni. Azt nem vehetem el tőled, hogy hogyan érzel amúgy a film iránt. Ettől függetlenül szerintem, mert attól, hogy így te úgy érezted, hogy akar valamit neked mondani a film, és aztán azt neked nem sikerült elmondania. Ja. Ez lehet azért, mert lehet, hogy hülye vagy, és nem tudod megérteni. Persze, a nagyfiú 2-t írva, az meg azért nem értettem meg, mert hülye vagyok. Persze, viccelek, de hogy így. Mondom, lehet, hogy egyikünknek sincs igaza. Lehet, hogy a film tényleg mondani akar valamit, és lehet, hogy ez nem az, amit te hiszel. Ja. Vagy lehet, hogy tényleg nem akar valamit mondani, vagy semmit sem mondani. Amúgy lehet. Tehát én most erre még nem gondoltam őszintén, szóval, és lehet, hogy tényleg így van. És lehet, csak egy szórakoztató film akar lenni, amiben belerakják az aktuál politikai, minek hívják, kultúrharcnak a hátterét, ugye, hogy most patriarchális a társadalom, vagy matriarchális, vagy mi lenne a jó, vagy mi lenne a nem jó, és ennek állít egy ilyen tükröt tulajdonképpen szerintem a befejezése is, ahol visszáll a matriarchális Barbie társadalom, de a kenek most már mondják is, hogy bíró nem lehet, alkotmánybíró nem lehet a Ken, de hogy egy kisebb bírói pozíciót már kaphatnak a kenek esetleg. Ez egy tükör igazából szerintem az igazi társadalomra, ahol így tudod, a nőkkel csinálják, mondjuk ugyanez, bár szerintem ezen már túlléptünk, tehát hogy a nők előtt már nincsen azért ilyen akadály, hogy ne lehessenek, mit tudom én, alkotmánybírók. És szerintem szórakoztató volt. Tetszett, hogy zenék voltak benne, és tudod, tulajdonképpen egy ilyen... filmek készül zenék. Igen, nagyon sok. Ja. Sokat énekeltek benne. Igen, Nicki Minaj, Ice Spice, Out. Elég kemény, elég nice, elég faszal. Igen. A karakterek szerintem nagyon jók voltak. Szerintem a Margot Robbie és Ryan Gosling... Smash-sor peszeljünk közben, miközben kimondjuk a neveket egyébként. Tehát, hogy Margot Robbie... Igen, jó, nyilván. Igen, tehát Margot Robbie... Margot Robbie nagyon jó Barbie-t alakított, Ken, tehát a fő Barbie-t és a fő Kent, ugye Kent Ryan Gosling alakította. Nagyon tetszett nekem a Ryan Goslingban amúgy, hogy nem volt ez a... Tehát, hogy is mondjam, úgy volt megcsinálva szerintem Ryan Gosling, mint hogyha tényleg egy darab műanyag lenne. Egy kicsit öregnek tűnt, nyilván ki van gyúrva a csávó, mint az állat, de hogy nem volt ilyen tolakodóan, tudod, ilyen nagyon hú, de jó csávó vagyok. Hanem egy bévacs. Igen, nem egy bévacs, hanem tényleg ilyen kicsit ilyen, egy kicsit ilyen desperate volt, egy kicsit szánalmas volt. És hogy ez szerintem ez így jól elment. Ugye Margot Robbie is már szerintem a 40-es éveit bekezd bele. Nézd meg, kajak, ezt nézzük meg, bazeg, mert Margot Robbie... Ryan Gosling már bőven szerintem 40 fölött van. Besírnék, mert Margot Robbie nagyon-nagyon jól nézett ki. 33 éves, hogy csak Margot Robbie. Kajak. Nem is sokkal. Wow. Én kérek elnézést. Ryan Gosling pedig 42. 42. De nem 20 évesek alakítják amúgy ezeket a karaktereket, csak arra akartam kitérni. Tehát, hogy így nem a tipikus tini film ez tulajdonképpen, nem? Igen, tehát, hogy így az a... Nem egy amerikai Pite egy, mondjuk, tudod, amiben minden karakter még akkor, tudom én, 18-20 éves volt. Igen. Nem, ez egy brutális produkció a kaszt szempontjából. Tehát, hogy akit tudtak, az bekasztingoltak ide, meg aki éppen nem az Oppenheimeren forgatott, azt mind lehívták ide gyakorlatilag. Igen, tehát, hogy így... Azt akartam kihozni belőle, hogy nagyon jó volt a szerepadás, ahogy kikapták a szerepeket. Yeah. Szerintem mindenki nagyon jól játszott benne. Will Ferrell, az meg, mint a Mattelnek a vezérigazgatója, szinte az Elf 2, vagy mi Elf filmbe játszott valami hasonló szerepet. Ott volt valami olyasmi, hogy a... Viszont mindenhol ezt játszom, úgy szerintem. Ilyen egy balfasz korporát embert, vagy egy balfasz... borderline autista embert. Szerintem ez a két szerepe van gyakorlatilag Will Ferrell.
Az a storyline amúgy nem is nagyon ment sehova. Nem igazán. Az úgy meghalt időközben, és csak így valamit csinálni kellett vele. Igen. Szerintem nem is nagy probléma. Nagyon szórakoztatóak voltak a betét dalok, nagyon szórakoztató volt. Van egy nagyon jó Ken szóló benne a vége felé, igen. Ami fönn van már az interneten is, tehát azt hiszem ki is rakták. Szerintem Ryan Gosling nincs jó hangja, és ez szerintem kár volt. Szerintem kár volt amúgy. Te hülye vagy. Nem tolta jól. Nem, tolta, nem nekem, tetszett. Nem tetszett be azok, pedig sokat vártam tőle. És azt látom napok óta az interneten, tehát hogy szerintem ez egy új kult lesz amúgy most ez a hogy énekelnek a... Hát nem a Ken kult szerintem ilyen. Ki fog alakulni. Te mondtad, hogy akarsz venni Ken pulcsit. I am Kenaf. I am... Idáf, és akkor ott van egy ilyen barbis kávet. I am Kenaf, Kenergy. Meg ilyen... Bejössz a következő podcastra egy ilyenben, én elsírom magam az örömtől. 60 euró plusz 18 a shipping. Ez mennyi? Hát olyan 70 valamennyi. Az, olyan, 30K körül mondjuk. 30K körül. Egyébként oké. Okay. Az, hogy szeptember 23-ig shippelhetik. Ah, oké. Okay. Két hónap. Jó. Jó, figyelj, Api, még így lassan-lassan lekéneztem zárni ezt a témát, pedig amúgy tudnánk erről szerintem még beszélni amúgy egy napot. Mit írtunk még fel? Ki volt még jó? Dua Lipa, azt mondtam, hogy benne van John Cena is, mint Dua Lipa férfi megfelelője. Nagyon sok olyan színész van benne, akit más sorozatból is láthatunk, például a Sex Educationből a főszereplő csaj is szerepel benne. Aha. Van egy trans Barbie. Trans Barbie is benne. Ami egyébként trans Barbie, ugye mondtam, hogy amúgy én ilyen, tehát ilyen 20-22 éves emberkékkel néztem meg ezt a filmet. Ami nekem, tehát hogy is mondjam, fiatalok nekem. Pár év van köztetek, amúgy Pisti. Mondjuk öt, de hogy ez sok. Aha. Ültünk, és pont valamilyen transzos témáról beszélgettünk, és csak annyit akartam mondani, annyi maradt meg, hogy mondtam azt, hogy beszélgetünk valakiről, aki ugye férfiből lett transznő, és mondtam, hogy így, ja igen, a transz csávó, nem? És mindenki így nézett rám, hogy úristen, hogy mondtad szíjadba ezek? És én nem értettem, hogy miért, hogy azért, hogy nem mondhatod, tehát, mert nem úgy kell mondani, hogy transz csávó, hanem transz nő. Leszarom. Én már észre sem veszem, nekem ez nincsen benne a nyelvjárásomban. Csak mondom, hogy az új generációnak ez már benne van a nyelvjárásában. Lehet, hogy benne van a nyelvjárásában, de ez nem érdekel. Ja, itt is. Tehát, hogy azt mondok, amit akarok. Tehát, hogy így, én szerintem az egyik legliberálisabb ember vagyok amúgy így a világon, de hogy így mások nem mondhatják meg, hogy én mit mondjak. Hú, ez nagy szó volt azért. Micsoda? Az egyik legliberálisabb ember vagyok a világon. Mert ez kemény. Teljesen full lib vagyok. Tudod ki a legliberálisabb ember, mondjuk például Greta Thunberg mondjuk az, vagy Steiner Kristóf. Steiner Kristóf szerintem teljesen hülye, nem liberális, de hogy így én szerintem minden támogatok, minden agymenést, minden hobbit, mindent leszarok igazából. Nem is támogatom, leszarom a dolgokat. Tehát, hogy így, erre kéne egy szó, tehát erre kéne egy... Hogy nem érdekel? Ja, tehát valaki nem... így mondja, nekem ez mindig ilyen volt, hogy valaki mondja, hogy jó, meleg vagyok, és kit érdekel. Lehet, hogy a liberáció igazából arról szól, hogy leszarod. Drogozol? Leszarom. Drogozzál. Te dolgod. Átmész a pirosom? Hát, az már... az nagyon probléma, de most észrevesz, hogy magával mit csinál valaki, vagy hogy így hogyan éli a nemi életét, kit érdekel? Elmem. Sokkal nagyobb problémáim vannak a mindennapokban, ami miatt szenvedek otthon, érted? Ez nincs közte. Real. Nincs közte a liberális nyugati értékek. Más kérdés, vagy szerinted... ha valaki transznemű. Igen. Illik-e bedobni első szex előtt, hogy transz, vagy nem muszáj? Mi? Tehát így, persze. De mondj meg... Nem vagy elég liberális. Miért? Mert miért zavar? Nem zavar, de azért így lehet, hogy föl lehetne rá hívni a figyelmet. Rakj egy táblát. Mit csak azt mondom, hogy aki erre igen elválaszol, az liberálisabb, mint te. Ja, jó, oké. Okay. Jó, oké. <okay. gül> What else? Hogy mit mondasz így overall értékelés? Hányas volt ez a film? Én megnézném még egyszer a moziban. Aha, simán. Megnézném magyar szinkronnal? Nem. Nekem, tehát hogy így
tetszik az eredeti Ryan Gosling, Margot Robbie hang, nem akarom magyar szinkronnal azt nézni, hogy így máshogy tátognak a karakterek közvetlen közelről, mint ahogy így, amit így megy hangba. Igen. Szerintem egy 10/10-es film. Pistő, tehát hogy ez, szerintem ez ilyen mindenki tökre megnézhetne. Miért nem? Nice. Én sajnos nekem azt kell mondanom mondjuk, hogy, hogy egy ilyen 10/, hát mondjuk egy 6-ot tudok mondjuk anyában mondani. Mert magasak voltak az elvárások. Oppenheimer az... Megnéztem az Oppenheimert is utána. Az... Beszélek neked róla egy kicsit, és így elmondhatod, hogy így te mit gondolsz róla, mit szólsz hozzá. Jó, de én nem láttam. Nem baj. Ne lőj le semmit. Nem tudok, mit, nagyjából... az meg egy Wikipédia az egész. Ne, bazza, nem mondd el a sztorit. Az egész Oppenheimert amúgy 57 nap alatt forgatták le, ja. És nyilván az utána lévő másfél év gondolom a vágása volt a filmnek, tehát hogy így persze. Lehet. Az a lényeg, hogy... Nem mondd el a sztorit szerintem. J. Robert Oppenheimer... Nem mondjam el a sztorit, bazza, meg ja, tanultad ez, a történelem könyv. Miről beszélsz? Amúgy én szerintem az Oppenheimernek a nevét... Itthon nem tanuljuk. Szerintem nem. Telleredének, ők valahogy nem szerepel benne Tellerede, nem? Szerepel benne Tellerede. Edward Teller, és Edward Teller amúgy tehát, hogy na mindegy, nem lövöm le a dolgokat. Az Oppenheimer filmnek ez egy 3 órás film, tehát ja. 180 perces, geci hosszú, és a filmnek a 90% az az, hogy emberek szobákban beszélgetnek. Legjobb báj. Az emberek szobákban beszélgetnek, viszont az egy ilyen problémám volt vele, hogy így elkezded nézni, és szerintem arra gondoltam, hogy ki rendezte? Christopher Nolan. Hogy szerintem unatkozni fognak az emberek, és hatalmas zene megy az meg a beszélgetések alatt, mint hogyha valami epikus dolgok történnének, igen. Miközben csak beszélgetnek. Tehát, hogy így... Igen. Olyasmi, és nekem ez egy kicsit az elején elrontottam úgy a dolgot, tehát hogy észrevehetően megy a zene, miközben Albert Einsteinnel beszélget Oppenheimer a film elején, érted? De amúgy meg nagyon szépen meg van csinálva a film, tehát hogy így látszik, mutatja Oppenheimernek ilyen a belső ilyen vívódását, ugye Oppenheimer egy nagyon liberális forma volt, zsidó volt, akart bombát fejleszteni a németek ellen, viszont ugye az egész nagyon sokat fordult, miután a németeket legyőzték, és akkor a japánok voltak hátra, de nem lehetett már mit, tehát nem szállhatsz csak úgy ki egy ilyen programból. Nagyon sok politika van benne, tehát nagyon sok, ez egy politikai film. Értem. Ez egy politikai életrajzi film. Nice. 10/? Szerintem az is egy 10/10-es film, tehát hogyha... Nice. Tehát, hogyha valaki amúgy így meg akar nézni amúgy egy nagyon minőségileg elkészített politikai életrajzi filmet, az nézze meg az Oppenheimert. Nice. Akkor igazából neked ez a Barbie Oppenheimer duó, ez teljesen beváltotta az ígéreteit. Ja, amúgy érdekes ilyen fun fact-ek, neked már mondtam éppen lent, hogy így a Barbie például azt hiszem a 20. legjobban nyitó film volt az országban így ever eddig. Ja, ja. 110 000 mentek el megnézni. Én szerintem a Star Wars Phantom Menace óta nem láttam olyat, hogy az emberek így tematikusan kiöltöznek a moziba. De szerintem én ilyet nem láttam. Akkor láttam szerintem utoljára olyat, hogy meg talán a Harry Potternél volt, aki nem tudom, rajzolt egy villámot a homlokára, de hogy én ilyet még nem láttam, hogy tényleg emberek barbis pólóba, srácok rózsaszín ingbe mennek a moziba. Ami... úgy semmi negatív gondolatom is ezzel kapcsolatban, csak azt mondom, hogy az őrületes volt a hype. Tudod, mind reménykedek? Aha. Hogy ez elindít majd egy új trendet igazából, hogy aha. Így kenesen öltözködjenek férfiak. Ja. Tök menő lenne. Mire gondolsz az alatt, hogy kenesen? Hát a rózsaszíning, farmer mellény. Kirakod a hasadat? Én mondjuk nem. Igazából, hogy kirakhatnád. Amúgy egyébként, most pontosan gondolkozom, hogy plusz size csaj, az játszott benne. Volt. Plusz size srác, szerintem nem. Plusz size kennem volt. Diszkrimináció lehet. Ez lehet, hogy az. Na jó van, hát Barbie Oppenheimer, kurva nagy. Nice. Aki még nem látta, nézze meg szerintem mind a kettőt. Amúgy, ami érdekes, és még ide tartozik szerintem, és így a Barbie, az így
tőle így könnyen befogadható film mindenki számára. Igen. De hogy aki így a mém miatt elment megnézni az Oppenheimert, annak az Oppenheimer nem biztos, hogy tetszett. Tehát, hogy ez egy 3 órás életrajzi film igazából. Igen. De ha egy jó IMAX moziban nézted, vagy egy olyanban, ami tényleg így jó helyen ültél, és így nagyon jó a moziteremnek a hangzása, hatalmas robbanások voltak az Oppenheimerben is. Tehát, hogy nagyon, volt, nagyon... volt önök egy srác, aki ilyen nagyon filmes emberke volt, nagyon szerette a filmeket, és ő mondta, hogy, hogy ugye ezt valamilyen 75 millis filmre vette fel a, az öreg Christopher Nolan, valamit 75 millis IMAX filmre, ami valami eszméletlen nagy csoda, tehát hogy ez valamilyen hihetetlen minőség. És hogy Magyarországon előbb nincs olyan hely, ahol ezt le tudják vetíteni szalagról, viszont Prágában már van, és hogy emberek elmennek így másik országokba megnézni az eredeti 75 millis filmvetítést, hogy full olyan felbontásban esek, hogy így összefosod magad. Jó, még én ekkora szinofájl, nem vagyok amúgy ez a szinefájl. Igen, én se, bárcsak, tehát bárcsak lennék amúgy. Ahogy ez komolyan, ez fajn lehet. Főleg, hogy nem voltam még amúgy IMAX moziban, úgyhogy persze, az én nekem smash a 75 millis egyértelműen. Úgyhogy ez jó, szóval ez mindig király, amikor így kimész külföldre így valamiért, hogy így megteszed az extra mile-t azért, mert valami ilyen egyedi történés van, szóval ez mindig fajn. Mondjuk nincsen olyan messze amúgy Prága, tehát hogy így hát, ja. Nincs messze Prága, mint nem tudom, Debrecen, annál mondjuk messze van. Messze van, remélem, hogy ez nem olyan messze van. Igen. De ja. Úgyhogy amúgy így nice. What else, Api? Történt? Nem fogjunk tovább. Mi történt? Kaptunk nagyon jó témákat. Kurva jó témákat kaptunk. Ki küldte? Lidi. Nem. Nem. Is. Ő is. Nem ő küldte ezeket, vagy ő? Lidi küldte a I Can Fix Him Hurt nem, például. Nem rá gondolsz. Nem ő küldte ezt. Nem ő küldte? Nem. Jaj, tényleg nem ő küldte. Nem tudjuk, hogy ki küldte, de mindjárt bemondjuk a nevét, mindjárt megkeresem. Pisti megkeresi addig. Három nagyon jó témát küldött be. Az egyik, igen, az I Can Fix Him Her. Melinda küldte. Chateau Melinda? Igen. Kivágjuk. Meli. Meli küldte. Meli küldte. I Can Fix Him Her fajta emberek. Ja. Vannak ilyen ismerőseim amúgy. Nekem is. És én mindig ilyen amikor beszélünk, és így magyarázzák nekem ezeket a szituációkat, hogy ő most meg fogja változtatni ennek az embernek az életét, meg hogy ő a jó útra fogja terelni, igen, meg hogy ő segíteni fog. Én mindig csak így nézek, hogy így az meg ráérsz. Azon gondolkoztam, hogy vajon minket meg kell lefixelni. Van egy csaj, aki két csaj, aki velünk randizik, akkor neki vajon azt kell lemondania, hogy... Én szerintem biztos vagyok benne, hogy ez játszik bennük. Valószínűleg igen. I Can Fix Him. Nem fog többet podcastolni. Csak így mondott, hogy ja, igen, amúgy szoktam így podcastolni, és semmi baj. Semmi baj. Majd lesz új hobbid. Csak meghallgatja az első évadot, és így, Bibi, nem baj. Jó, én így is melletted vagyok. Szerintem tök jó. Nem akarsz inkább horgászni. Autót szerelni. Sokkal jobb. Ja, de amúgy van, tehát az a bajom amúgy ezekkel az emberekkel, aha, hogy ők ugyanúgy szeretik a másikban bizonyos dolgokat. Igen. Tehát anélkül amúgy így nem működne a dolog. Viszont így vannak bizonyos pontok, amiben így gyökeresen meg szeretnék változtatni a másik embernek így az életét. Most arra gondolsz, akit fixelni kell, vagy aki fixel? Hát ezek azokról az emberekről beszélek, akik így fixelni szeretnének, értem, más embereket. Tehát aki azt mondja, hogy I can fix it. Igen. Ezek az emberek gyökeresen meg akarják változtatni a párjuknak, vagy a másik embernek így az életét egy-két pontban. Igen. Ami szerintem nem biztos, hogy okés, mert mondjuk, tehát így ez olyan, hogy saját magadra képére akarod formálni tulajdonképpen, nem úgy, hogy saját magadra, de érted, arra, azzal képi akarod formálni azt az embert, ami neked így a legtökéletesebb. Igen, ez real. És ez jó-e? Nem tudom, hogy ez hogy működik, de nem tudom, hogy ez úgy működik, hogy
Mert egy valamennyire, ha lógsz valakivel, akkor átvesztek egymást a dolgokat, ha akarod, ha nem. Persze. Egy kapcsolatban ez valószínűleg még inkább így van. Lehet, hogy utána egy idő után együtt is, tehát sok időt töltötök egymással, mind a kettőtöknek lesz egy csomó olyan dolga, amit a másiktól vett át, mondjuk. Igen. Bár van, minden kapcsolatban van az az ember, aki tehát, hogy jobban influentálja a másikat. Influentálja a másikat, igen, bocsánat. Influenceli? Ez valid amúgy, és ez minden barátságban is van úgy, tehát hogy van egy társaság, mindig ki tudod emelni, hogy ki az, aki a leginfluentálisabban mondja a társaságban, igen, szerintem. Igen. Egy kapcsolatban is ugyanez van. Ahogy ilyen tényleg van, szeretném azt mondani, hogy nem ennyire egy vonalú a dolog, és hogy talán akinek egy bizonyos tulajdonsága erősebb, abból tud influencelődni a másik, és akkor talán ez egy kölcsönös dolog, de van, amikor nagyon látványos, ez tény. Tehát, én is meg tudok nevezni olyan kapcsolatomat, ahol a másiknak nagyon erős volt a stílusa például. Az a látványos, nekem mindig az a látványos. Uh-huh. És akkor átveszel belőle valamit, hogy van az, amikor neked erősebb a stílusod, és látod, hogy a másik az is szépen így hasonló. Igen. Hasonló lesz, igen. Persze. Ez a stílus, ez egy csomó minden beletartozik szerintem ebbe. Igen. Ruhák, a beszéd stílus abszolút, is tulajdonképpen. A mondatok, ahogy alakítod egy idő után, tehát hogy így nagyon sokszor volt olyan, igen, hogy elkezdte ugyanazokat a mondatokat használni, mint én, vagy ugyanazokat, igen, igen, a frézeket. Ja, igen. Igen, tehát... Ez nálam egy bizonyos szintig így megtisztelő, és úgy vagyok vele, hogy így, de király, de vannak olyan szituációk, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy ez kezd hidegesítő, te soha ne. Nem mondd ezt ugyan, nem mondd ugyanazt, mint én. Nem mondta is azt, hogy zura. Ezt én mondom, hogy zura. Most azt szoktad mondani, hogy zura? Én szoktam. Ez nagyon kemény bazeg. Te nem szoktad? Nem, de hiszem, hogy szoktam bazeg. Szoktam azt mondani, hogy zura. Zura. Ez most ilyen cool dolog, nem? Vagy nem annyira? Nem. 10 éve használom, Pisti. Nem, nekem a fain az ilyen. Fain. A fain az így menő volt egy bizonyos ponton, így távol a történelemben. Aha. Ez ura is. Most már a fain az már nem cool. Aha. De én így visszahoztam. Magamnak. Magadnak, az bőven elég. Szóval igen, és ezzel nem, amúgy nem nagyon tudsz azzal mit csinálni, tehát hogy így esetleg ne te legyél az influentálisabb ember amúgy egy kapcsolatban. Nem is baj az feltétlenül amúgy, hogyha te vagy. Az I can fix him, fix her, ez ennél egy rész, ez tovább megy, mert ez te tudat alatt vagy ilyen, ő meg tudat alatt hasonul. Az I can fix him / her emberek tudatosan meg akarnak változtatni aspektusait az életednek. Igen. Miért? Hogy jobban tetszen nekik a... Mert az, amit te csinálsz, vagy ahogyan élsz. Mert szerintük az nem okés, amit te csinálsz, vagy élsz. Ez real. Meg szerintem van egy olyan oldal is, hogy lehet, hogy akit fixelnek, annak ilyen segélykiáltásai vannak, hogy így, így könyörgön segíts. Mondjuk, hogy és nem feltétlenül komoly mentális problémákra gondolok, az egészen más szitu. Ja, kicsit ketázik, vagy valami. Mondjuk kemény narkófüggő. Igen. Az olyan, hogy így... Ez jó, most jó, heti 3 nap spidezik az a kurosok. Az nagyon sok. Az nagyon sok. De... Ismerek-e ilyen embert? Igen. De majd miattam abba hagyja. Igen. Cigi, az még jobb talán egyébként, mert az még az olyan... Az a legáltalánosabb dolog szerintem, amit megpróbálnak kinevelni egymásból amúgy a... Igen. Én most randizok egy csajjal, és nem dobtam be, hogy ne cigizzen, csak mondtam, hogy... Bébi, mi lenne, ha nem cigizne? Még csak ezt sem mondtam. De az a lényeg, hogy annyira erős ellenállás van a cigi kapcsán az ő részéről, hogy nem hittem el. Tehát, hogy így... What the fuck? Emberek annyira ragaszkodnak a cigizéshez való jogukhoz, hogy nem lehet. A személyiségének lehet egy része. Amúgy lehet. Nekem is az volt anno? Nem tudom. Valószínűleg nem vallottam volna be. Rosszulnak, nem. De hogy nem tudom, figyelj, amúgy lehet, hogy egy bizonyos ponton túl amúgy okés, hogy így te valakit így meg akarsz így fixelni, mert mit tudom én, tényleg az, hogy a narkózásból akarod mondjuk kigyógyítani a másikat. Igen. De
És így props azoknak az embereknek szerintem, akik így ezzel így megpróbálkoznak, tudod, hogy így valakiből kinevelni, de nem tudom, én ehhez vagy túl gyengének érzem magam, aha, vagy már így engem ez így nem érdekel. Tehát, hogyha valaki így akar élni az életét, akkor így go ahead, nincs hozzá közöm. Én úgy érzem, hogy tudok mondani egy-két példát az életemben, amikor megpróbáltam valakinek így nagyon, valakit nagyon kirángatni a szarból, tudod. És az egyik az szerintem sikerült, viszont annyira elfáradtam benne, hogy soha többet nem beszéltünk. És én úgy így, tehát netszó, az a baj, hogy amikor valaki már tényleg annyira nagy szarban van, tehát hogy így ne jussatok el oda, srácok, tudod, de hogy így, tehát hogy amikor már így nem veszed észre hogy az első 10 red flaget saját magaddal kapcsolatban, és így zuhansz le a lejtőn, de nem állítod meg magad félúton, hanem szépen hagyod, hogy végigmenjen, akkor az tönkre tudja tenni a teljes ismeretségi körödet. Tehát el tudod magadat szakítani mindenkitől, talán még anyádéktól is. Mm. És az egy nagyon szomorú dolog. Úgyhogy don't go there, folks. De hogy egyébként meg... ja. De figyelj, mert tehát, hogy itt így lehet olyanra is gondolni, amúgy, várj, közelebb húzom a mikrofont, most így nagyon jó faszán hátradöltem. Jó. Tehát itt lehet olyanokra is gondolni, nem? Tehát így van ez a mém, tudod, a nagymellű goat girlfriendek. Igen. És hogy így, ez így tök viccesen hangzik. Aha. Ez így tök viccesen, tök menőn hangzik. Szeretnél te is egy big titty goat GF-et? Egyértelműen. És így tudod, így valószínűleg ezzel ilyen különböző problémák is jönnének, amit így lehet, hogy így ahhoz, hogy így ezt az egész dolgot élvezni tud, így ki kellene belőle nevelned. Például a gótságot? Hát így, ami például azt váltotta ki nála, hogy így az legyen a... Ja, igen. Mert így, érted, az azzal együtt jön. Igen. Miért akar akkor az ember Big Titty Goat GF-et, hogyha egyébként... Jól néznek ki. Mert a gyerekkorodban a mesék, azok így erre... Tehát így Pavlov kutyásítottak téged, hogy ezt szeresd. Például a Kim Possible-ben volt a fekete hajú csaj, nem fog eszembe jutni a neve, a Raven a Tini Titánokban, igen. És még sorolhatnám amúgy. Igen, Sandy Esponyabobból. Nem tudom, hogy kerül, de biztos. Sziporka vagy puszed, nem, sziporka az izéből, a pindult pandúrokból. Oh shit, tényleg. Avril Lavigne, mondjuk. Ja, egy csomó. Vagy és Pavlov kutyásítva vagy, hogy így, ez így bejöjjön neked. Oh, ez real. Valami ugyanilyesmi kell, hogy legyen az e-görlökkel is. Nem nekünk, szerintem majd a következő generáció. Az már a következő? Aha. Tehát, hogy már van egy streamer, van egy Bell Delphine, és akkor nekik az már Pavlovi reflex. Hogy az e-görlség az így, ezt váltja majd ki belőlük, hogy így váljon. Jeez. Ez kemény azért, bazdmeg. Jó, csak igen, tudod, így szerintem az, ami ilyen deviáns viselkedés, az így általában valamilyen meghúzódó probléma miatt van, és hogy így, nem tudom, arra, hogy nem nincsenek felkészülve szerintem mindenki, hogy így azzal foglalkozzon így egy kapcsolatban, mert azért elég nehéz, tehát hogy így az embernek elég nehéz általában szerintem a saját életét is menedzselni, főleg a mi generációnknak azért nem egyszerű. Szüleinknek szerintem sokkal egyszerűbb volt. Mi volt a szüleinknél ennyi idősen, 80-as évek, 90-es évek, érted? Nem volt válság, nem volt háború, nem volt, ez volt egy rendszerváltozások, az annyi, hogy kimentek innen az oroszok, és így kicsit minden még jobb lett tulajdonképpen. És nekünk meg az meg így tök nehéz szerintem eleve. Mire gondolsz? Hát arra, hogy így az meg folyamatosan vészhelyzetből vészhelyzetben vagyunk az életünkben, most éppen migránsválságból, átmentünk egy egészségügyi válságba, onnan meg most a szomszédos országban egy 2000 kilométeres fronton háború van. Ami ez rosszabb ez, mint a, mondjuk a kommunizmus volt, amikor a rendszerváltás előtti időszak volt, nem tudom, 70-es évek mondjuk. Én amit így hallok így a szülőktől, meg így az ilyen akkori emberektől, akik akkor éltek, tehát hogy te azt így magánemberként nem nagyon éreztél meg sok mindent. Aha. Amit ki voltál hagyva. Aha. Most meg ugye sokkal jobban, meg gyorsabban eljut az információ hozzánk, így szerintem le van terhelve egy bizonyos mennyiségig így az embernek az agya már. Tehát, hogy így belegondolsz, 40 évvel ezelőtt, Pisti, mennyi, tehát, hogy egy abban a munkakörben, amit mondjuk te csinálsz,
mondjuk az nem volt 40 évvel ezelőtt, ad egy, ad kettő. Valami irodai, valami közgazdász dolog mondjuk. Igen, de hogy így ott nem volt még Excel, meg számítógép, meg 15 000 soros Access táblák, érted? Ja, tehát, ja, hogy ja. Így ja. Ott amennyi infót be tudtál fogadni papíron egy nap, az így annyi volt. Igen, ha, igen, értem, hogy mondasz. És amúgy egyébként én is kicsit azt látom, hogy így ez a pressure, az igazi pressure, az nekem például az abban van ilyen hétköznapokban, hogy így csinálsz dolgokat folyamatosan, gyakorlatilag felkelsz, és nem állsz meg, amíg utána vissza nem dőlsz az ágyba, és aztán a végén nem azon múlik az, hogy amúgy te sikeresnek érzed-e magad, hogy mennyit hajtottál, hanem inkább azon ilyen egyéb tényezőkön, így a hozzáállásod éppen jó volt-e abban az időszakban, yeah. vagy elég motivált voltál, és a többi ilyen olyan dolgok, amiket így ilyen mindenki úgy fog meg, ahogy akar. Van, aki motivációs könyveket olvas, mit tudom én. Van, aki kokainozik. Szerintem tök fura. Az nagyon fura. Szerintem is nagyon fura. Egyszer kaptam egy ilyen könyvet. Motivációs könyvet. Kibaszott vír volt. Én ezt nem tudom hova tenni amúgy. Én se. De hogy van, akinek ez működik, mit tudom én. Van, aki meditál, van, aki csak simán magabiztos, érted mondjuk. De akkor csak, hogy tehát ilyen eszközökhöz kell nyúlnod, hogy így a különbség megszülessen igazából, míg mondjuk régen nem vagyok benne biztos, hogy ez volt. Az, hogy így, most így szerintem így térjünk át a ízés témára, amit fel akartam hozni, a Battle Pass témára. Battle Pass. Mert ez nagyon szorosan oda kapcsolódik a I Can Fix Him Her, meg ehhez is szerintem, hogy az élet, ezt úgy érzem, nem tudom, hogy hallgatók ezt mennyire fogják vágni, vagy a nézők, hogy így, van a Fortnite-ban egy Battle Pass, mondjuk. Battle Pass. 100 szintből áll. Ja, ja. Jobb esetben egy Battle Pass, és így a menő cuccok így a végén vannak. A Darth Maul skin, az a level 100. Vagy az Optimus Prime skin. Igen, igen. Ezek így a végén vannak így a dolgoknak, a menő dolgok, a menő cuccok, amiket elérhetsz, és szerintem ez az életnek így majdnem minden területével így van. Tehát, hogy így a karriereddel, a családdal, nem tudom, a hobbiddal, amit csinálsz, mire jó leszel benne. Mm. Tehát mindenbe egy csomó időt bele kell ölnöd, yeah. mire ott vagy, hogy így váó, hogy tök jó dolgokat tudok már belőle így, tudod, így lehívni, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam meg magamat, igen. tudod. És így szerintem, én most eljutottam az életemnek egy ilyen 28 évesen egy olyan szakaszába, hogy így rájöttem, hogy így nem fogok tudni mindent kimaxolni. Yeah, yeah, yeah. Amíg fiatalabb voltam, úgy gondoltam, Pisti, hogy így bazd meg, még mindent meg lehet csinálni. Tudod, összes battle passomat kimaxolhatom. Ja, világos, aha. És most szerintem nem. Köszönöm. Szerintem nem. Jó. És hogy így... Milyen battle passok vannak kb? Van egy család battle pass, amivel, ha nagyon sokat foglalkozol, akkor jó... Persze, mert azért, igen, tehát a család például, ez egy nagyon jó, tehát hogy foglalkozol velük így valamennyit, akkor így van, és így, mit tudom, én elpöszörök, tudod, így 40-es szinten a család battle passodon. Erre gondolatban elloptam a tolatban. Igen, tehát, hogy... Az... Érted, nem csináltok nagy dolgokat, van egy, mit tudom én, egy családi egység, vagy még az sem, igen. 40-es szinten. De így nem szelfiztek vihogva az ebédlő asztalán, hogy jártok, úgy szeretlek titek. Meg nem jártok nyaralni közösen, meg nincsen izé, hanem így... Igen. Ja. Mi a 100-as Battle Pass a család vonalon? Hát az szerintem az ilyen nagyon közös családi élet, tudod, az ilyen... Ja, az olaszos. Hát, hogy hogy ilyen több generáció is többször találkozik, mit tudom én, egy évben, folyamatosan vannak közös eseményeitek. Sok időt bele kell ölni abba, ugye, hogy ez így működni tudjon. Mindig van közös témátok, amiről beszélni tudjatok, eljártok közösen nyaralni, tartotok szülinapokat, hétvégéket. Ez real. Amikor olyanokat beszélgettek, hogy ne jöjjünk össze közösen a hétvégén, együnk egy pizzát, tudod, vagy ilyesmi. Tehát, hogy így ez mondjuk a 100-as szint. Ez real, igen. De azért, hogy ez 100-as szintű legyen, én biztos vagyok benne, hogy másból föl kell adnod amúgy szinteket. Igen. Tehát másból kell elvenned időt akkor, ugye, hogy ez össze tudjon jönni. Mi lehet más? Ott van a munkád, a karriered, amit szeretnél csinálni, a barátaid, hobbid. Igen. Amikből így el lehet venni. A karrier is érted. Tehát, hogy így lehet az, hogy így neked van egy munkád, ami erről jutott eszembe, a munkáról jutott ez az egész battle passos eszembe. Redditen olvastam egy srác írt, hogy kiszámolóba, hogy neki hova tűnik a pénzem, és akkor így leírta, hogy mikre költ,
hogyan lehetne ezen változtatni, vagy hogy hogyan spórolhatni, és így mentek alatta a kommentek, hogy így főzzél magadra, csináld ezt, és a srácon, ahogy leírta, az látszott, hogy ő igazából csak több pénzt szeretne magának. Yeah, yeah. És akkor leírtam neki, hogy szerintem ne innen fogd meg a dolgot, hogy, hogy az egész a hétvégén főzzél egész hétre meg ilyen izék, mert hogy rendel kaját, mert amúgy nincsen ideje főzni. Aha. Hanem szerintem váltson karriert, tanuljon valamit, kezdjen el más dolgozni, amiből nem 300 000-et keres egy hónapba, aha. hanem akkor amennyi neki kell. És abból tud rendelni mondjuk kaját. Igen. Ja, ez real. Tehát ne a pénztárcádat alakítsad ne az életedet alakítsd a pénztárcádhoz, hanem a pénztárcádat alakítsad az életvitelhez, amit szeretnél csinálni. Amúgy ez is az jó egyébként. Én is, amikor Covid volt, akkor én nagyon rászúztam a netpincérre egyébként, mert olcsó volt, relatíve. És utána így rajta maradtam ezen, kúrosokat rendeltem kaját, és úgy voltam vele, hogy így a mai napig egyébként így próbálom, tehát nem nagyon főzök magamnak őszintén szólva, és hogy ezért elviszi a büdzsémnek, egy nagyon nagy részét nekem elviszi persze. a kaja. Viszont úgy vagyok vele, hogy az napi 1-1.5 óra. Ja, bevásárlása együtt biztos. Főleg úgy, ahogyan én sem megyek, nem úgy sem, mint anyámék, hogy elmennek a Tesco-ba, bevásárolsz egy hétre, bazd meg. Ezt én nem tudom elképzelni konkrétan. hanem kimész a sarki Lidlbe, negyed óra sétára, és akkor így aznapra összeszeded a cuccokat, elment 1/2 óra, és aztán megfőzöd, az még minimum 1 óra. Ja. Tehát igazából te megvásárolod 2000 forintért kb. Azt a 2 órát, amit amúgy elvasználk a járásra azzal, hogy rendelsz, mert ugye a másik 2000-et azt amúgy is ott hagynád a boltban. Ja. És lehetne ezt úgy, hogy akkor fölkészülsz arra, hogy miket akarsz enni éten, és lefőzöd egy hétvégén. Ez is sok idő szerintem. Róla sok idő. És ezért ezen gondolkoztam, hogy igen, de akkor lehet, hogy érted tök más dolgokat, meg most föl kell adni a srácnak, vagy valakinek, akárkinek az életéből, hogy így a karriereden változtassál, vagy így azt csináld, vagy odáig jussal, amerre szeretnél, így mit tudom én egy idő után. Ja, ez real. Milyen battle pass-ok vannak még? Mondok egy battle pass-t, amivel én kurvára nem tudok azonosulni egyébként, de ez egy nagyon real battle pass szerintem. Ez a várjál, hogy lehet ezt jól megfogalmazni? A gigolo battle pass. Tehát, hogy te kigyúrod magad, mondjuk. A kúcsi pass. A kúcsi battle pass. Te képes vagy arra, hogy elmész a Peachesbe, 5 perc alatt becsajozol, viszont valahogy általában ez azzal jár, nem tudom, hogy miért, hogy nem alakítod ki a szociális érzéket arra, hogy érzelmileg el tudj köteleződni. De van, persze, ez is van. De nem értem, hogy melyik az a battle pass, amit elhanyagolsz. Hát az, Pisti, hogy így te párt, konkrétan a család építés, megalapítás. Tehát, hogy a meaningful relationship battle pass az... Azt félreteszed, mit tudom én, még egy 10 évig. Cserébe get your dick wet. Igen, konkrétan. Ez egy olyan battle pass, ami nekem nagyon látványos egy vonal. Amúgy a sport is egy ilyen vonal. Szépen mehet, az a level 100 az, hogy... Eljárhatsz kondizgatni a hetente 2-szer mondjuk. Ez még level 40. Mondjuk, vagy ja. Minden nap, 1.5 óra, ja. Edzéstervel, személyi edzővel, célokkal, és akkor megint elvettél valamit, tehát akkor lehet, hogy ez a hobbid is már ez. Igen. És akkor abból is akkor nincsen másod, csak ez mondjuk. És akkor más... és az hányas sport battle pass szerinted, hogy elkezdesz 8 éves korodban focizni, és heti 3-4 edzésed van, aha. De egy megye 3-as csapatban játszol életvitelszerűen. Ez az én vigaszági battle pass, az ingyenes battle pass track a Fortnite-ban. Akkor így nagyon keményen grindolsz, hogy azt a 100 V-Bucks-ot megszerezd ott a 60-as szinten, de azért tényleg vértizod. És az meg ezen kívül ugye itt az életben lévő battle passok, mert annyi szó használjátok a battle passot, mint az életben lévő passok mellett játszol valamivel, és már abba is grindolnod kell egy battle passba, azok elkezdesz Fortnite-ozni, és konkrétan ott mutatja is, hogy hol tartasz. Konkrétan, igen. Ott legalább nem köntörfalaznak amúgy. Igen. Ezért jó a Fortnite. Mennyire jó lenne, hogyha minden olyan lenne az életben, mint a Fortnite, hogy így, na még 3 kört kell tolnod,
És megvan a quest. Úgy érzem ezt az I can fix hímes embereket, hogy nem csak a saját battle passzukat akarják húzni, hanem elkezdik az meg egy másik embernek is így húzni a battle passzot. Így eltámoljogsz ilyen sidequestekre, mint amikor be vagy baszva, és így most el vagyok ezzel a csövessel a Ronnyba, jaj, hol vagyok már, hajnali három. Ja, csak éppen összeszedsz egy csajt, akinek drog problémái vannak, és megpróbálod leszoktatni. Zseni. Ja. Igen, nekem is volt ilyen sidequestem szerintem. Mindenkinek. És én annyira megvoltam utána sértődve, amikor mondtam, hogy jaj, amúgy igen, nekem volt egyébként ilyen emotionally, vagy nem ilyen mentally vulnerable, tudod, nem tudom, művészsulis krásom, és így azt hittem, hogy ezzel így egyedi vagyok, és aztán mindenki csak annyit mond erre, hogy kinek nem volt persze, és így fuck. De... Tehát akkor ott egy side battle pass-t unlockolsz. És mondom, ezen gondolkoztam amúgy, és nem lehet azt, hogy mindegyiket... Mármint, hogy oké, nem mondok olyat, hogy nem lehet. Szerintem nagyon ritka az, hogy mindegyiket meg tud csinálni. Ja. Tehát nagyon ritka az, hogy neked olyan családi életed legyen, hogy olyan közeli összetartó családod van, mint elképzelhetetlen, meg közben a karriered csúcsán vagy, meg közben olyan barátaiddal is egyfolytában tartod a kapcsolatot, meg van egy hobbid is mellé, tehát hogy így nem lehet. Te milyen battle pass-okat visszel most éppen az életben szerinted? Igen, ezt pont beszéltük Discordon, amikor ez följött, nem veled, egy másik srácsa. És így mondom, hogy én most nagyon benne vagyok a karrier battle pass-ba, és így elkezdtek nekem magyarázni valamit, hogy mit kéne csinálni, és én mondom, srácok, egyszerre egyet tudok most csinálni. Tehát, egyet? Hogy így, igen. És az mondjuk most, jelen pillanatban? A karrier. Most az a meló. Muszáj pis pénzt kell csinálni. Egyet cash. Igen. Majd később elkezdek máskon gondolkozni, és úgy érzem már most a nap végén, hogy nincs energiám még egy jövőbe belefogni. Aha. A podcast is egy vonal szerintem. Lehet. Határozottan. Nekem, én mindig azt érzem magam, hogy túl sokat viszek egyszerre, és ez nem jó. Ez, fókuszálni ezt, kell. Ezt még nem... És hát én úgy csinálom. Igen. Kell-e? Nem tudom, hogy kell-e. És szeretem úgy, hogy sok minden van. Szeretem, hogyha így tudod, így tele van az agyam. Ameddig nem őrülök bele. Mert aztán egy idő után, hogy beleőrül az ember, de hogy amúgy én ezt is szeretem. És egyébként én mondjuk szerintem így a barátok, hobbik, meló, hármas között így próbálom mindegyiket nagyjából pusolni. De... Én konkrétan látom magamon, tehát hogy a barátok az így félre van most nálam tolva. Hogy nem találkozok csak úgy emberekkel, hogy például most így oké, vele találkozunk, podcastot csinálunk, közösen egy projektet csinálunk, de hogy így az, hogy csak úgy hétvégén, mit tudom én, jöjjünk össze egy fél napra, ilyesmi nincs. Családdal szint úgy nem, tehát hogy így nálunk amúgy nincs százas család battle pass, amit én amúgy annyira nem is bánok, mert ugye így nőttem föl, nekem ez a normális, de hogy így nem is tudnék most erre így mentálisan időt szakítani. Ja. Ez érdekes egyébként, igen. Ja, ez érdekes egyébként. Érdekes amúgy ezt így, és szerintem néha az ember nem rossz, ha így megnézi, hogy éppen mibe mennyi százalékot tesz. Mert úgy szerintem úgy el tudjuk felejteni. Meg nagyon el lehet aprózódni magadat amúgy, hogyha ha nagyon sok felé tekingetsz egyfolytába. Tehát, hogy igen. Tudod, minél szűnt meg nekem ez a megfelelési kényszere van néha az embernek, és így tudod, így egyik csoportot sem akarod amúgy így hanyagolni. De szerintem azt így nem lehet úgy, hogy százban benne vagy mindenben. Nem, és ez nekem is egyébként az elmúlt két évemnek a legnagyobb tanulsága az, hogy amikor te úgy gondolod, hogy most nekem ezt az irányt kell pusholni, akkor mondhat bárki bármit, hogy neked ezt meg azt kéne csinálod, akkor azt kell mondani, hogy nem tesó, engem most sajnos nem élek rá. Most más dolgom van. Nyilván a melóban nem mondhatod azt, hogy így sorry, majd szerdán jövök, tudod, mert amúgy éppen... Köszönjük, de Petris úr, viszontlátásra. Nem kell szerdán se jönni. Igen. És hát igen, ott van egy ilyen kis kényszerítő tényező, a többi dologban annyira nincs. A családnál egy idő után van. Ja, bár én azt így, nem tudom, én személyesen azt olyan kategóriába sorolom, mint a barátokat, tehát hogy így figyelj, hogy láttam a családomat 20 éven keresztül kb. Elég sokat. Most az, hogy a hétvégén nem tudok velük összeülni valahova pizzázni, vagy találkozni,
szerintem simán elő tud fordulni, és most így, tehát hogy így más embereknek is el kéne inkább fogadnia, hogy így van, amit most el akarsz érni mondjuk az életbe. Mert ez szerintem sokszor nehéz amúgy így. Ja, ja, ja. De sokszor nem is tudja az ember artikulálni, hogy ő éppen mit szeretne csinálni. Ez így van, ez így van. Ez kurvára így van. Na igen, milyen kis mély ízők voltak. Ez nem hiszem úgy, igen. Ja, amúgy ez elég fasza. Fel van itt még nekem írva, hogy ilyen témák, így van egy ilyen, hogy Krisz egy köcsög. Ez így fel van írva, mint egyéb témák, de nem tudom, hogy mennyire akarunk elekíteni. Voltak még amúgy, volt még egy ilyen téma. Melyiket akarod, amiket Meli küldött, vagy amelyik a... Nem tudom, te melyiket akarod, te melyiket akarod. Bármelyik, nekem azt hiszem, három vagy négy van még felírva. Annak felírva dolgaink egy lapra. Igen, igen. Mit gondolsz erről a két fős podcastről alapja egyébként, hogy így amúgy így más a dinamika? Nem? Tehát olyan, mintha tényleg egy más jellegű beszélgetés. Ó, igen, 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 mindenféleképpen. Én most szélre is mondom, hogy akarok egy olyan műsort csinálni, tudod, hogy ilyen one-on-one beszélgetések emberekkel. Ja. Ez tök menő. Ki kell csinálni? Ki lenne az álom vendég? Az álom vendégem? A világon. Mondjuk először élő, aztán lehet halott is. Már a halottól egy kicsit félek. Rendesen kiásom a formát. Ocsmány hullasszak kering itt mindenhol. És ez jökék szimszínattal. Lent jönnek be a vendégek, és így... Ó, Isten. Igen, így gondoltad, vagy úgy, hogy... Nem, valami ki elbeszélgeti a mondjuk meg. Nem tudom, Pisti, fogalmam sincs. Nincs valaki, akit nagyon meghívnál? Nem. Egy api, egy szemtől szembe a lesbe. Saját magamat még egyszer. Az amúgy, az kemény. Tudod, hogy lehetne megcsinálni? Na. Csinálnánk egy olyat, hogy így két oldalról vennénk, de egy tükör lenne így. Tükör lenne így magam előtt, és mert lehet, hogy még az se kéne, csak így fölvenni egy helyről, elmondom a kérdést, meg a választ is, és letükrözöm a... Úristen. Így egy kamera, meg így egy kamera, és így innen mondom, ezt a kamerát mondom, ezt a kamerát rakom bele a vágásba, amikor kérdezek, ezt meg amikor válaszolok, és így done. Jesus Christ. A tükrő is az olyan para. Egy tükör előtt mondanám, hogy nagyon kevés. Vannak itt nagy tükrök amúgy. És csak így mondod így a tükörre, hogy így köszönöm, hogy ezt megkérdezted, tudod, ezt nagyon régóta akartam erre a válaszra, és baszok, rendesen magadnak volna. Ja. Kemény, elég pszichózis közeli állapot lenne amúgy valószínűleg. Úristen, ja, egyébként, ja, ez egy érdekes formátum. A Friderikusz az így nyomja ilyen nappal. Tényleg? Ja. Mi egymagában van az? nem, csak hogy mindig egy vendége van. Oh. I guess. De két részt láttam, úgyhogy abban egy ember volt. Hmm. Amúgy Hajdú Péter is így nyomja. Egy Hajdú Péter tükörbe beszélős öninterjút mondjuk megnéznék. Uh-huh. Tehát, hogy az szerintem az annyira rideg lenne, hogy az elmenne egy Black Mirror résznek. Ehhez kapcsolódó szerintem, amit a Lidi írt nekünk, hogy itt tudod, te csajba milyen lennél amúgy. Volt, hogy van egy ilyen podcast ötletünk, azt szerintem felhoztuk már adásba, tudod, hogy így nem mi nyomnánk le az adást, hanem három csaj, aki így a karakterünk lenne csak csajba. Igen. Az nagyon komoly lenne. Tudnád, hogy kit választanál mondjuk a saját ismeretségi körödbe? Persze. Tudod? Persze. De én nem tudom. Én olyan csaj lennék, nem hiszem. Milyen csaj lennék így csajba? Milyen csaj? Aki küldte nekünk az, hogy eléggé leírta, hogy körbeírta, hogy ő milyen pasi lenne amúgy. Mik voltak? Piszoárba. Beleköpne a piszoárba. Igen, miközben húgyozás közben, igen. Meg... papucsban a dohányboltban menős, vagy valami ilyesmi? Aha. Amúgy lehet, hogy ilyen nagyon prostó lennék. Nagyon prostó csaj lennél? Aha. Milyen egy prostó csaj? Ilyen kolis? Aha. Kolis prostó. Kolis forma. Tehát, hogy jó a La Fiesta. Fú, ennek most így belegondolok. Kolis csajok nagyon meg tudnak menni. És nem jó értelemben. Nem feltétlenül jó értelemben. Borzasztó életmódot tudnak folytatni. A srácok is, nyilván. Mm. De
valahogy az ember nem, nem vizualizálja ezt. Mert a srácoktól így elvárod, vagy hát ilyen, tudod, így kisebb az elvárása felé, hogy így hogyan éljen, tudod, és így ugye, mint egy kolis, az így, hogy egy csaj, amikor úgy él, mint egy kolis, az ilyen, azért, tudod, azért tök más. Disturbing. Disturbing. Meglepődsz, úristen. Disturbing. Ez létezhet? Én szerintem ilyen deszkás csaj lennék. Ilyen, bazd meg, úgy, te lehet, hogy ilyen pick me girl lennék, te jó Isten. Tényleg? Úristen. Már csak azt mondom, hogy ez egy nagyon kényelmes életforma. Az olyan, hogy így ilyen cool dolgokat csinálsz, uh-huh. Kicsit ilyen srácos, aztán nyilván lehet, hogy ezt azért mondom, mert hogy amúgy én most srácként ezt coolnak tartom, uh-huh. De hogy így lent, hogy a Deákon, néha kontaktálódsz amúgy csajokkal is, nem sűrűn. Deákon? Aha. Vagy néha megjelenik egy másik pick me girl. És akkor olyan szavazt tudod, mi a fasz, tudod, itt a vége egy. És amúgy így lóksz a srácokkal, így cool vagy. Szerinted gáz az a pick me girl kultúra? Én szétadom a pick me girl-öket, ameddig nem ilyen nagyon arcba mászó, tudod. Aha. Tehát, hogy nekem vannak olyan ismerőseim, akik úgymond ilyen, hogy mondják ezt, úgymond egy tomboy. Ez megvan, aha, ez a kifejezés, tehát, hogy van. Ilyen fiúsabban öltözködő, aha, lányok. Azt szerintem az egy nagyon cool dolog, még hogyha valamiért amúgy el is van ítélve egy bizonyos szintig, de hogy szerintem összességében amúgy nice. És szerinted te ilyen lennél? Lehet. És magamból kiindulva egyébként amúgy valószínűleg tehát egy ugyanolyan csaj lennék, aki kicsit korporett, egy kicsit elrugaszkodik a korporettől, ha kell. Mm. Most úgy érzem, hogy valahol így a kettő között himbálózok. Valami ilyesmi csaj van. Pisti, képzeljél engem egy nőbe. Full girl boss. Nem érdekel, hogy mit mondok. Mindent kimondok, ami tudod, így az eszembe jut. Mint igen. Kvázi most. Mint most, igen. Mint igen. Most, de hogy ezt így egy életben, tehát egy élethelyzetben, tehát hogyha nem srác vagyok, és csaj, és ugyanúgy kimondom azt, amit mondok, szerintem az egy teljesen más hatás kelt amúgy. Ismerünk ilyet szerintem? Lehet. Igen. Egyetemről. Nem jut eszembe most. Jó, nem baj. Mindegy. És azt csinálom, amit akarok éppen. Aha. Full fusion. Mert hogy így nem lennék nőies nő. Aha. De hot lennél? Nem tudom. Én szeretnék moderáltan hot lenni. Nem akarok, nem akarok ilyen Victoria Beckham-esen hot lenni, tudod, de mondjuk akarok egy ilyen... 10/7. Ja, de tehát ilyen Avril Lavigne-esen hot már akarok lenni. Hallok egy másikat, várjál. Persze, mit forgok ez a szarra? Nem tudom, nem akarnám valószínűleg, hogy túl sok csávó nyomuljon rám. Valószínűleg az egész idegesítő. Az 10/7-nél már túl sok csávó nyomulat szerintem, tehát hogy így... Jó, ez real. 10/4 esetleg akkor, és akkor így... Ja, ez real. Ugye? Igen. Valószínűleg leráznám a csávókat egyébként. Valószínűleg a faszom kizene belőlük, kivéve, aki nagyon normális. Az meg csajként, geci, mennyivel könnyebb amúgy az élet. Ide kapcsolódó téma amúgy ehhez. Igen. Mekkora csöcsöd lenne Pisti csajként amúgy? Vagy számít az, hogy mekkora csöcsöd? Csöcsöd? Mond ilyet valaki? Melled? Mondják ezt még? Nem tudom, hogy most éppen mi a szó, amit használni kell. Mit használtunk egyetem alatt? Vagy bogrács. nekem őszintén szóval nem annyira számít. Jó ujja vagy. Tényleg? Hát... Pist, lehet tégeket mondani, az meg én is kimondom, hogy így szerintem kurvára számít, és hogy így össze lehet jönni egy kismelű csajjal, de legyen hajlandó meg nagyobb ittad. Én tökre nem várnám el soha. Tényleg? Soha nem várnám el. Sőt, mi több? Én már kampányoltam már ebben kisebb a sztoriban. Nem. Nem is erről van szó, csak hogy inkább természetes csöcsöket, de hogy ez az én tékem. És Kostnak, neked a segg az jobban? Vagy teljesen leszarod ezeket a dolgokat? Valamilyen arányban számít a kettő. Tehát nem számít csak az egyik, csak a másik. Viszont azt mondanám, hogy az eddigi rekordom alapján, tehát hogyha visszanézzük, hogy így merre húzott eddig a... Merre fújt eddig a szél,
akkor azt mondanám, hogy the bigger, the better. Aha. És hogy amúgy ugyanezt mondanám seg szempontból is, csak eddig nem sokszor volt szerencsém. Legyen szerencsés napod, vagy... Mire gondolsz, bazd meg? Jó szerencsét. Jó segget. Jó segget. Te választod meg a dolgot, Pistám, hát. De nem mindig, nem találsz tökéletes embert soha. Hát erre találták ki a török plasztikai sebészek. Azt mondtam azt a sztorit, hogy hallottam egy ilyet, hogy elment valaki Törökországból megplasztikáztatni a mellét. Nem, ezt nem tudom. Esetem? Nem tudom. És ugye altatásos műtét. Fel kell a csaj, és nagyon fájt a háta. Aha. És azt mondták neki, hogy azért fáj a háta, mert hogy a mellnagyobbításhoz onnan vesznek bőrt, és rárakják a mellre. Aha, fájt a háta, hazajött Magyarországra, eltelt egy hét, eltelt két hét, elment így a házi dokiához, hogy amúgy bazeg meg mindig fáj a hátam, ez normális-e. És amíg altatásban volt Törökországban, kikapták a vessét. Ez nagyon, nagyon diszkont helyre mehetett, bazd meg, tehát, hogy így... És elvileg vannak ilyen rendelők, felépítik, full autentikus az egész, visszamentek utána, nem tudom, hogy miért pontosan reklamálni, vagy hogy így, bocsi, nem hagytam itt, tudod? és így felszámolták teljesen az egészet. Tehát nem volt már ott semmi, csak egy üres épület. Wow, mi a fasz. Kőkemény, bazd meg, nem? Amik ez para. Nagyon para. Amik ez para. Hát nem tudom, hogy Pisti, szerintem... Külső, ez tulajdonképpen ez a csöcsség dolog, ez ilyen külsőségek, egy mennyire számítanak. Abszolút. Abszolút számítanak amúgy. Ja, hogy abszolút számítanak. Ja, persze. Csak azt mondom, hogy ez az kötő. Számít-e? Ja, persze. Tehát nem, aki azt mondja, hogy nem számít, az hazudik. Igen. Ki azt mondja, hogy csak az számít, az meg... Csak az számít. Elkezdve csak az számít. Sokáig azt mondtam, hogy nem csak az, hogy számít a személyiség is. Ezt tudod, hogy mikor lehet fontos, Pisti? Az itt nem smashor persze. Nem. De hogy így tudod, hogyha nem akarod kimaxolni így a kapcsolatot, meg a család battle pass-t, akkor szerintem tök okés, hogy csak az számít, tudod, leszarod a többit. Igen, ha ki akarod maxolni, és családcentrikus vagy, és te szeretnél nagy családot alapítani, érted meg hasonlókat, akkor tökre számít az, hogy milyen a személyisége az embernek, akivel együtt vagy. Ez így van. De miért össze tudná jönni valakivel, aki vagy kurva mindegy, és nem is mennél egyáltalán arra, hogy amúgy kompatibilis az ember személyisége. Ez nagyon érdekes, mert általában akik így nagyon különböző emberekhez vonzódok általában, tehát hogy így... Mert ezek az emberek egymástól különböznek, vagy tőled különböznek? Tőlem különböznek. Tőled különböznek. Például nők. Ja, ő egy nő, 100%-ban különbözik. Egy év négy lábú emlős. Miben különböznek tőled? Szerintem itt úgy lehet ezt megfogni, tudod, hogy milyen a személyiség az embernek, és így nekem például a saját személyiségem így nem jönne be amúgy így a másik oldalról. Mire gondolsz? Hát ahogyan én viselkedek meg, amiket csinálok, Pisti, bazd meg. Ez nem mindig egy szerep, amit itt játszok, érted? Hogyha valaki így viselkedik a hétköznapokban, és így ezt lát, nem? Tehát ez így full... Ez nem egy szerep. Ez nem egy szerep. Ja... Tehát, hogy így, meg amiket így, amilyen értékeket képviselek, mondjuk, vagy... Tehát azt mondod, hogy te inkább olyan párt tudsz elképzelni, akinek az értéke más, értékrendje más, mint neked? Ez érdekes. Ezt szerintem ez kevésszer lehet hallani. Tényleg? Miért? Persze, mert általában mondjuk, és tudom, hogy nem erre gondolsz, egy ellenzéki szavazó nem fog tudni együtt lenni egy Fidesz szavazóval. Soha. De én tökre együtt tudnék lenni egy vegánnal. Az majdnem ugyanaz. Majdnem csak húst teszek. Ez működhet. De ez működhet. Hogyha egy olyan csodának, aki majdnem csak húst teszik, az így nem tetszene. Érted az izért? Most ez pontosan ugyanaz, mint hogyha valaki ellenzéki meg Fidesz szavazó. Tehát, hogy én... Mi van, hogyha Fidesz szavazó? Micsoda? Mi van, hogyha Fidesz szavazó? Ez tök érdekes. Kajak? Sőt, az meg az ilyen átlagos ilyen tüntetésen résztvevő
csajok, akiket így, mit tudom én, látsz egy telexen megkérdezni, yeah. Aznek full turn off. Damn, son. Tehát akkor mondjuk egy ilyen buszban élő hippie vegán Fidesz szavazó, ilyen nem létezik. Ez nem létezik az az ember. Ez nem olyan jól hangzik. Ez jól hangzik. Aha. De szerintem tudod miért? Mert nem tartom érdekesnek azt, hogyha már olyant látok, amilyen én is vagyok. Valahol meg tudom érteni. Igen, de az érdekesség faktor az egy nagyon fontos tényező. Ezzel én is egyet értek. Ez kemény, bazeg. Ez kemény. Ugye? Damn. Ez egy kurva nagy challenge amúgy általában. Ja. Wow. Mert olyan helyekre kéne menni, tudod, ahol így teljesen komfortzónán kívüli helyekre kell járni, persze. Igen, Józsefvárosi Fidelitás közt. De amúgy ja, és nem tudom, hogy ha valakinek van még valami hasonló tékje ebben, mint nekem, nyugodtan írja meg amúgy, ez szerintem tök érdekes, mert... Ez jó. Szóval vannak ezek, hogy így mondják, hogy olyan, hát az ellentétek vonzák egymást, meg ilyen izék, de szerintem ez amúgy tökre nem igaz arra, hogy amikor így ellentétes értékeitek vannak, az ritkán tudom úgy a mindennapokban így összeegyeztethető lenni. De most végül is azt mondod, hogy vonzani vonzák. Igen, de hogy így mondj még egy ilyen esetet mondjuk, ami így... Még valakit, aki így gondolkozik, mondjuk hát... Ja. Nehéz, nem? Nehéz. És most így arra, hogy így egy ellenzéki meg egy Fidesz szavazó, ez most így csak példának van fölhozva. Ez egy extrém példa. Tehát hogy az, hogy én full carnivore életet élek, meg egy full vegán is nehezen tud szerintem. Igen. Nekem volt vega barátom, és amúgy működött. Nem volt belőle konfliktus, de azért, mert engem nem frusztrált. Tehát, de azért, hogy... mert hasonultál valamilyen... Ez így, oké volt. Na, hát, ja. Ez érdekes, ez kurva érdekes. Mi az, ami még... Ez akkor egy Tóth Betty, úgy hívják a csajt? Nem úgy hívják? Aki a robot fideszes, a ilyen frufrus csaj, és mondjuk, hogyha tömeggyártott lenne. Az meg 10/10. God damn. 10/10. Az, hogy emberek nem ennyire tudatosan választanak, én azt látom, hogy emberek így élnek. Kicsit bejöttök egymásnak, találkozgattok. Igen, kétségbe vagy esve. Amúgy ez amúgy sokszor benne van szerintem az emberekben. Tudod, hogy így ott vannak egyedül, és így nekik szükségük van arra, hogy így kapcsolatban legyen valaki. Igen. És így képesek ezért így elengedni dolgokat szerintem. Ez így van, ja, real. Kell-e? Lehet. Szerintem az jó az, ha nem. A jó az, ha nem. Hát ja, mondjuk az én core értékeidet ne engedd el, csak azért, mert... Tehát, hogy ami így téged azzá tesz, ami vagy, azt így ne engedd el, csak azért, hogy kapcsolatban legyél valakivel, mert az nem fogja túlélni az első 5 évet. Ja. Én is azt mondom, hogy hiszem, az a legegészségesebb, és ez nekem most sikerült először amúgy 3 éve, hát aztán nem kiabáljuk el, de tényleg nevetséges amúgy, hogy ezen el kell gondolkozni, de el kell rajta gondolkozni, hogy így nekem így ki kellett tisztítanom a fejemet ahhoz, hogy így ne érdekeljen, hogy van-e valaki az életemben, vagy nincs. Mm. És akkor egy ponton már úgy voltam, hogy nem érdekel, tök faszán el vagyok egyedül, és innentől már, tudod, készen állok arra, hogy nagyjából tiszta fejjel mondjuk keresek valakit, és akkor talán ez így lehet. Mert ismerek olyan, vannak olyan haverjaim, akik tényleg azért jöttek össze valakivel, mert úristen, ezt már nem bírom már tovább az, meg ezt az egyedül létet, mert geci, itthon ülök egész nap. Én mindig mondom, hogy akkor állj fel, azt menjél valahol, bazd meg az zavar. Nagyon fontos dolog egyébként, ja. De ugye, hogy ez, nem mondom, a core értékeket nem szabad, de ez a I can fix him, her-höz is, tudom ezt így rezonálni, tehát hogy így a core értékeit akarod valakinek megváltoztatni, szerintem az tök nem cool. Nem, abszolút nem. Abszolút. Tehát, hogy csak azért összejössz valakivel, mert össze akarsz jönni valakivel mondjuk, de hogy így vannak különbségek köztük, tök okés. Yeah. Nem akarod megváltoztatni ezeket az értékeket benne, szerintem az is tök okés. Meg akarod, és így ez a fixeled, szerintem az nem jó. Nem. És azt sem fogja túlélni szerintem, ha csak nem a másik így engedi ezt az egészet, vagy így elengedi. Ja, de ahhoz meg azért gyenge jellemnek kell lenni szerintem. Uh-huh. És az meg rip. Hát jó. Inkább legyen erősebb jellem az ember, akkor fejlődik az a nice. Tóth Betty, bazd meg. Tóth Betty, bazd meg. 10/10-es, bazd meg. Lássuk, szépen. Egy idegesítő hangja, ami +2. Sírok. Papi, lezárjuk lassan? Lezárjuk a mai részt. Elég jót mentünk szerintem, azt kell, hogy mondjam, hogy így...
Kicsit mélyebbre sikerült. Igen, igen, határozottan. Mondjuk el a hallgatóknak, mik vannak tervben amúgy. Krisz visszajön jövő héten a nyaralásból. Yes. Tervezünk vendégeket. Yes. Most már, hogy mindenki itthon van. Átalakítjuk a stúdiót. Valószínűleg ez, ahogy így most látjátok, ez most néz ki utoljára így. Átalakítjuk az egészet. Ősztől, ha minden jól megy, be kéne hozni egy második műsort, és ezt mondom így, hogy tudod, magunkat is pusoljunk. Bam. Nagy tervek a GRDG házatáján. Tök jó visszajelzéseket kapunk, köszönjük, hogy nézitek egyébként, amúgy tök fajn. Most az EFOT-on elég sokan jöttek, hogy podcast, geci, mekkora már. Hatalmas volt. Tök jó. Szétadtam az EFOT-ot. Ezért csináljuk, I guess. Persze, csak azért, hogy azért emberek jöjjenek, hogy mi a fasz. Én arra gondoltam, hogy te tetszel az embereknek, de úgy... De erre gyalogatás is lehet egy szempont. A Barbie filmről jöttem ki amúgy éppen, és odajött egy srácom, úgyhogy jaj, nagyon tetszik, amit csináltok, csak ide akartam jönni, köszönni, és így megkezetemeztünk, és így ment is tovább, ment be filmet nézni a moziba, és így haverom volt velem, és csak így nézett, hogy mi a fasz. Igen, szerintem téged elkapni így publicban, az a Barbie movie-ról be vagy kimenet. Ez a legikonikusabb szerintem. Ennél jobb helyen és pillanatban nem tudnak elgabni. Nem. És haverom csak így nézett, hogy ez megtörténik, ilyen van a valóság, és amúgy szokott lenni. Ja. Tök jó. Amúgy én eddig, nekem eddig csak, ezt már szoktam mondani, eddig csak pozitív véleményeim voltak nagyjából. Így van. Nice. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy minket hallgattatok. Ezt most nem látják úgyse, Pisti, mert a kamerát, amikor vágom, akkor magamon lesz a kamera, és nem ha tetszett a műsor, kövessetek be minket YouTube-on. Spotify 5 csillag. Ha szeretnétek minket támogatni, vannak Patreonos extra részeink. Bam. Van egy nagyon jó Patreon közösségünk, és ha megtehetitek, akkor támogassatok minket ott. Fasza. Mit szoktunk még ilyenkor elmondani? Következő adás jövő héten. Swag. Én Pisti voltam. Én pedig Api. Ez pedig a GRDG Show. Ja! Köszönjük, szabad. Thank you.